Munkavédelmi sorozatunk mai, harmadik epizódjában a faipar területére kalauzolunk el benneteket. Egy szakiskola faipari tanulóival látogattunk el egy kiválóan felszerelt asztalos üzembe. Munkavédelmi tanácsadónk bevezető szavaiban a szakma szépségeiről beszélt a fiataloknak. A faanyag az egy igen kedvelt szerkezeti anyag, úgyhogy ti, mint asztalos tanulók, biztosak lehettek benne, hogy még hosszú ideig ezt a szakmát lehet művelni, amit már a korai középkorban is nevesítettek a többi szakmák között. Ez a munka valamikor régen kizárólag kézi munka volt, az újabb időkben azonban a termelékenység ezt már nem teszi lehetővé, ti is nyilvánvalóan nagy mennyiségű géppel találkoztatok, amik különböző veszélyt jelentettek a számotokra. Az asztalosság veszélyei között vannak nyilvánvaló veszélyek, ezt ti is tudjátok, nyilvánvaló, egyebet se hallottatok a mestereitektől, mint hogy vigyázzatok a kezetekre. Ezen veszély felett milyen veszélyekre gondoltok, mik a legveszélyesebbek a ti szakmátokban? Hát szerintem az, hogy nem megfelelően használjuk a védőberendezéseket, a nagyon nagy sebességgel forgó szerszámokhoz közel nyúlnak, nem megfelelően használják az elszívó berendezést, és nem megfelelő az odafigyelés. Ezek a veszélyek is nyilvánvalók, azonban az egyik legnagyobb veszély az, hogyha úgy dolgoztok, hogy nem tartjátok be a szakma előírásait. Tehát ezekről a nyilvánvaló veszélyekről szeretnék most beszélni. Az asztalosipari gépek legtöbbje nem véletlenül a munkavédelmi jogszabályok alapján is veszélyes gép. De inkább a gyakorlatról szeretnék beszélni, pontosan az előzőek kapcsán. Tehát nagyon fontos, hogy betartsátok azokat a mesterfogásokat, amiket a mestereitöktől tanultatok. Hogyan kell egy fűrészgépen keresztül adni az anyagot, hogy kell bánni a marógéppel, ezeket majd megnézzük a működő gépeken is. Nyilván ezeket ti is tudjátok, de nem baj, hogy ez még egyszer áttekinteni. Nagyon komoly veszélyt jelent az, amikor elhangzik az a mondat, hogy erre a néhány perces munkára nem állítom be a szalagfűrész védőburkolatát. Vagy jól tudom én, hogy ezt a gépet hogy lehet használni, mert már láttam eleget, de nem vagyok megbízva vele. Ezek a úgynevezett hirtelen felindulásból elkövetett munkavégzések során születik a legtöbb csonkolás az asztalosiparban. Tehát ha előre megfontoltan és valóban azt végzitek, amivel megvagytok bízva, nagy ságrenddel csökkenthetitek a ilyen közvetlen sérülést okozó veszélyeket, amik persze tökéletesen nem küszöbölhetők ki, csak akkor, ha higgadtan, megfontoltan dolgoztok. Tehát ezek nyilvánvaló veszélyek, vágások, csonkolások. Azon vannak kevésbé nyilvánvaló veszélyek is, ezek talán még fokozottabban érinthetik az asztalosokat, a mai világban mondom, mert ezeknek jelentős része a gépekből adódik. Az egyik, amit biztosan tudtok, hisz rajtatok is mindegyiketeken rajta van már a fültök, hallásvédő, a zaj. Na most a zaj azon felül, hogyha nagyon erős és hosszantartó, akkor halláskárosodást, hát süketséget okoz köznyelven. Ezen kívül egy csomó olyan élettani hatása van, ami igencsak megnehezíti az ember életét, különösen majd idősebb korában. Fogtok találkozni majd a munkahelyeteken a munkavédelmi szakemberrel, aki elmondja nektek, hogy milyen hallásvédőt mikor kell használni, a vezetőjüknek ezt ellenőrizni fogja. Tehát erre feltétlenül számítsatok és tartsátok be ezeket az utasításokat. A másik rejtett vagy kevésbé feltűnő veszély a por. Egy asztalos műhelyben por van. Mint látjátok, itt ez egy elég rendesen takarított asztalos műhely, nincs por. A levegőben is érzitek, hogy
Nem, nincs szállópor. Erre a szállóporra egyébként nagyon kemény határérték van meghatározva, 5 mg per köbméter, ez annyira kevés, hogy gyakorlatilag nulla. Ilyen kevés por megengedett egy ilyen légtérbe. Különösen veszélyes a kemény fapor. A kemény fapor az az orr, nyálkahártya és egyéb nyálkahártya izgatás révén rákkeltő hatású lehet természetesen, és éppen ezért feltétlenül vizsgálni kell az ilyen anyagokban dolgozó embereket, rendszeres orvosi vizsgálat alá kevetni, és feltétlenül fontos, hogy ilyen esetekben porálarcot viseljenek. Mikor keletkezik keményfa por? Hát nyilván elsősorban a keményfa anyagok csiszolásakor. Szerencsére a fűrészeléskor nem jellemző ez, tehát leginkább a csiszológépeknél okoz nagy gondot. Mint ahogy az elején mondtam, a leginkább ismert előttetek is ezek a mechanikai sérülések, amelyek leginkább a kezet szokták érinteni az asztalos mestereknél. Ha ez valakivel megtörténik, az olyan drasztikus munkaképesség csökkenést okozhat, hogy gyakorlatilag alkalmatlanná válik egy olyan szakma művelésére, amit nyilvánvalóan azért választott, mert ez nagy kedve lenne. Tehát beszélhettek idősebb emberekkel, vagy nem tudom, találkoztatok-e már olyan idősebb emberrel, akinek valamilyen csonkolása volt, és hát, ha őt meghallgatjátok, hogy ő már nem olyan vidám ebben az ügyben. A helyzet az, hogy nem szabad ezt a veszélyt lebecsülni. Az a tapasztalatom, hogy egészen addig, amíg nem történik egy műhelyben súlyos baleset, addig az emberek igen merészen bánnak az eszközökkel. Tehát nem használják a segédeszközöket, tolófát, fésűt, stb. És kapkodnak a fűrészek fölött, mert hát tudja ő, hogy meddig szabad leengednie a kezét, vagy éppen oldalt húzni. Na most ezek a dolgok egészen addig szoktak tartani, amíg valakinek nem hiányzik mondjuk itt ez egy gyalugép baleset, amikor itt viszi el. Tehát ez a tipikus, hogy akkor ez a jobbik eset, mert csak egy-másfél ujja meg itt a kezének a széle tűnik el a süllyesztőbe. A szalagvűrésznél ott az ujjlevágások szoktak előfordulni. És a legszomorúbb az, amikor ilyen baleset vizsgálata folyik, akkor legtöbb ember, idős vagy középkorú vagy fiatal azt mondja, hogy ő úgy gondolta, hogy ez vele soha nem történhet meg, hisz mindig figyelni szokott. Ezek az eszközök, amiket védőberendezéseknek, védőburkolatoknak hívnak ezeken a gépeken, ezek azt szolgálják, hogy ne tudjunk ilyen közvetlen sérülést szenvedni. Ugyanez vonatkozik például egy csiszológép porelszívására, hogyha azt a porelszívás nem működik, miközben én ott csiszolok, akármilyen légzésvédő van rajtam, mindenképpen be fogok szívni valamennyi port, mert ezek a légzésvédők sem hermetikusak. Tehát nem véletlenül kötelező előírás, hogy egy asztalos ipari gép elszívása az indítással össze legyen kapcsolva. Tehát ne lehessen indítani a gépet, amelyik porkeltő úgy, hogy nem indulna el az elszívórendszer. Munkavédelmi tanácsadónk előadása után természetesen számos kérdése akadt a jövő asztalosainak. Mi a következménye annak, hogyha esztergályozáskor nem használjuk a védőszemüveget? A védőszemüveg használata, amely nyilván ugyancsak elő fog írni a munkavédelmi szakember és a vezetőség, vagy hát a munkáltató oda fog adni nektek, az legfontosabb szervedet védi, a szemedet. Hogyha a szemsérülés következik be, akkor nyilvánvaló, hogy az a legkevesebb, hogy elúszott az asztalos mesterségünk, mert vak asztalos nincs, vak zongorista legfőjebb. Ez a
ez a saját magatok számára egy egészségi ártalom, vagy baleset, a munkáltató számára meg egy rettenetesen komoly anyagi kár. Egyszer elveszte egy jó szakembert, amit utána hosszú keresgéléssel kell pótolnia. Azon kívül még az is lehetséges, hogy különböző büntetéseket és egyéb kártérítéseket kell fizetnie azért a fegyelmezetlenségért tulajdonképpen, amit elkövetett a saját embere. Mert ez egy fegyelmezetlenség, hogyha valaki nem hordja a számára átadott szemüveget a konkrét tevékenység során, amire az elő van írva. Tehát egyszer gondoljatok arra, hogy a saját biztonságotok miatt kell az egyéni védőeszközt hordani, utána gondoljatok arra, hogy mondjuk a egyébként tisztelt csoportvezetőket azt a bíróság fogja meghurcolni, mert nem figyelt rátok eléggé, és ha még ez sem elég, akkor legalább gondoljatok a szüleitekre, hogy az mit fognak gondolni, ha a gyereküknek nem lesz szeme. Mit kell tenni, hogyha a szabályok betartása ellenére mégis baleset történne? Ez nem kizárható egy olyan veszélyes munka végzés során, mint egy asztalos. Senki ne azzal kezdje, hogy a balesetet eltitkolja, mert akkor ugye ő vétett, mert lehetséges, hogy vétlenül szenved balesetet. Nem véletlenül a jogszabályok azt mondják, hogy aki balesetért, az azonnal jelentenie kell a közvetlen felettesének. Hogyha ő erre nem képes, akkor bárki, aki ezt látta, annak kötelessége ezt jelenteni. Természetesen, ha ez egy veszélyes munkaeszköz, gép okozta ezt a balesetet, akkor vagy neki, vagy másnak azonnal le kell állítani ezt a munkát, ezt a gépet, hogy ne okozzon továbbiakban balesetet, mert lehet, hogy a balesetet a gép meghibásodása okozta. Majd ez később ki fog derülni, de minden esetre addig, amíg ez részleteiben nem lett kivizsgálva, addig ne dolgozzunk azon a gépen, és mi hamarabb, tehát lehetőleg azonnal értesítsük azokat a vezetőket, akik ilyenkor jogosultak eljárni. Tehát ez a dolgod, és nem kell szégyenkezni még akkor sem, ha ez csak egy apró baleset volt, azt sem kell eltitkolni. Az előadás zárásaként még elhangzott néhány útbaigazítás és jó tanács. A asztalos ipari munka, ez egy veszélyes tevékenység, vagy legalábbis hát én erről beszéltem egész idáig. Hát én kívánom, hogy a végeztek az iskolátokba, és akár alkalmazottként, akár vállalkozóként tevékenykedtek, tudtok vigyázni magatokra, és ezt a szék szakmát tovább viszitek még néhány évtizedig saját magatok is. Thank you.